Üdvözlök mindenkit itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban a 15 perces városról lesz szó, ami épül Magyarországon, legalábbis a divány.hu cikke szerint. Nézzük, hogy mi az, amiről szó van. 2024. május 22-i ez a cikk. A frissen épülő Marina City projekt elhozza a 15 perces városok minden előnyét Budapestre. Az egykori újpesti rakpart autómentes gyalog is bejárható város lesz a városban. Mielőtt tovább haladnánk, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. 8000 embernek ad majd otthont Budapest új városnegyede a Dunaparton. Futurisztikus, hazánkban még egyedülálló Marina City projekt illeszkedik a 15 perces város koncepcióba is, melynek egyik fő motívuma, hogy nincs szükség autóra. Alig negyed óra alatt minden elérhető, amire a mindennapi élet során szükség lehet. Most talán értelmet nyer mindenki számára az a rengeteg lakópark, ami épült a közelmúltban, ugye az ingyen pénzből, ebből a fiktív pénzből, amit az ország kapott, meg a bankok, a központi bankok, különösen az Európai Uniótól, meg ki tudja honnan. Annak érdekében, hogy felépítsük az új világrendnek a lakó struktúráját, amik lesznek ezek a lakóparkok, amit mindenki láthat a nagyobb városokban. Biztos vagyok benne, hogy mindenhol megtalálhatók ezek. Az emberek vásárolják föl ezeket az ingatlanokat, mert úgy gondolják, hogy ez egy időtálló és jó befektetés. Nem számolnak azonban azokkal a váratlan elemekkel, amelyeket nem biztos, hogy láthatunk előre. Mint ahogy rengeteg dolog van, amire az ember nem tud számítani. Ez ugye abba a csoportba tartozik, hogy nem tudom azt, amit nem tudok. Van számos dolog, amit nem tudok, de legalább tudom, hogy nem tudok. De vannak dolgok, amikre nem lehet számítani, és ez nagyon fontos. Egy ilyen hosszú távú beruházásnál arra mindenképp oda kell figyelni, hogy hogy fogom én ezt befizetni, nem holnap, meg jövő hónapban, hanem 10 év múlva, vagy 20 év múlva. És amikor összeomlik a gazdaság, mindenki benne ragad ezekben a lakóparkokban. De nem baj, azt fogják mondani, hogy no problémo, maradhatok nyugodtan itt, ez, meg ez, meg ez, meg ez a feltétel annak, akinek nem tetszik, kívül tágasabb. Vagy a társadalom ellensége lesz, egy extrém, szélsőséges, aki nem hajlandó benne lenni ebben az új, szeretett világrendben, a világfaluban, a globális állampolgár szerepét nem hajlandó betölteni. Vissza a cikkhez, még csak két nagy gödör van a 14 hektáros területen, melyeknek hamarosan megkezdik a rés falazását, következő lépés pedig az árvízvédelmi rendszer kiépítése lesz. Nyilván ez valami rakparton van, ezért szükséges ez. A környezetbe szervesen illeszkedő magas port létrehozásával. A tájépítészeti elemek kialakítása már meg is kezdődött a Duna mentén, mögötte pedig Budapest legmagasabb lakóházait húzzák majd fel. Tehát ez az építkezés folyamatos. Megy azért, hogy az embereket behúzzák a városok. Miért akarják, hogy az emberek városokban lakjanak, tehetnénk fel a kérdést, de a válasz oly egyértelmű, hogy lehet, hogy fölösleges is vele túl sokat foglalkozni. A történelem kezdetétől fogva minden uralkodó osztály az ellenség vezetésével rájött arra, hogy minél több ember koncentrálódik minél kisebb helyen, annál egyszerűbb irányítani őket. Nem csak arról van szó, irányítani olyan értelemben, hogy lezárom az utakat, és nem tudja senki elhagyni Budapestet, elzárom a vizet, és nem lesz semmiféle víz, mindenki könyörögni fog nekem, hogy adjak nekik vizet, vagy nem engedem be a teherautókat, vagy nem lesz üzemanyag, és akkor nem lesz élelmiszer a boltokban, hanem spirituálisan és mentálisan is könnyebb irányítani ezeket az embereket. Mert ki lehet alakítani olyan gócpontokat, mint mondjuk egy bevásárló központ, ahova az emberek elmennek, és ott egyfajta szellemiséget magukba tudnak szívni. Ugyan ezt a célt szolgálja. Színház, a mozi, a szórakozás, lényegében bárhova is menjen az ember a városokban. Minden tömegmegmozdulás, a sportesemények, a idézőjelbe vett kulturális rendezvények a tömeg kontrollálását szolgálják. Kenyeret és cirkuszt. Ezt ismeri mindenki, feltételezem.
még a római császárok korában. Rájöttek ők arra, hogy nem kell más a tudatlan tömegeknek, mint élelmiszer, meg szórakozás, és olyanok lesznek, mint az állatok, mint egy nyáj, amelyet képes utána irányítani az, aki az abrakot a kezében tartja, és azt adagolja majd nekik. Biztos vagyok benne, hogy ez fájdalmasan hangzik, és mondhatnánk azt, hogy de te is egy vagy ezek közül. Lehet, és nem mindegy. Ha igaz vagy sem, ez itt a nagy kérdés. Ha nem igaz, nem kell vele foglalkozni, amit mondok. Ha igaz, akkor viszont érdemes elgondolkozni rajta mindenkinek, hogy hol van most? Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!